Sziasztok! A 2020-as router tesztünk ezen adása a 1036-osra fókuszál, amiből létezik EMS változat, amiben dupla annyi rendszermemória van, valamint létezik a sima, amit itt jelen esetben tesztelünk, ugye? Így van. Ez az. Igen. Bontsuk is ki. Termék szempontból annyit mindenképp érdemes elmondani róla, hogy mint az összes 16-os és 36-os routernél a beépített tápmegoldások a MikroTik-től közvetlenül rendelhetőek, valamint van egy cseremodul, amivel mínusz 48 voltos tápra köthetjük routerünket. És itt át is adnám a szót Attilának, hogy meséljen nekünk bővebben, mit lát. Hát, tulajdonképpen olyan nagyon sok izgalmat nem látunk az előző routerhez képest sem. Hát a fekete dolog az pont eltakarja azt a rengeteg magot, hogy egy 36 magos System on Chip megoldás hajtja ezt az eszközt, de mégis érdekes lehet itt ez a kis M-key PCI Express slot, ami arra lehetőséget, hogy egy PCI Express SSD-t, vagy bármilyen más PCI Express kártyát beletegyünk ebbe, nyilván csak az fog működni, amihez van megfelelő driver a router OS-ben. Találunk a routeren két darab SFP plus interfészt, amivel 1 vagy 10 gigás SFP-t, illetve SFP pluszt tudunk csatlakoztatni az eszközhöz, tehát itt már komoly mennyiségű sávszélességet fogunk tudni több porton is nyújtani, illetve ezen kívül van még a routeren klasszikus rezes 10x100x1000-es Ethernet is. Szokásos LCD, konzolport, nagyméretű USB is megtalálható ezen, mint minden más CCR-en is, és van egy microSD kártyánk is, hogyha nem belülről szeretnénk a storage space bővíteni, hanem a microSD-n keresztül. És a ventilátor? A ventilátorokból kettőt látunk beszerelve az eszközbe, ami mind a kettő be is van kötve. Van még itt további ventilátor header, amit akár kreatívan felhasználva a tápegységeknek külön hűtést tudunk biztosítani. Ha jobban megnézzük, a gyártó itt azért spórolt. Sebességszabályzott ventilátor vezérlők vannak az eszközön, de ő maga csak állandó sebességű ventilátorokat rakott bele. Ez azt jelenti, hogy az eszközünk folyamatosan ugyanakkor a ventilátor fordulatszámmal üzemel, illetve vagy megy a ventilátor, vagy nem megy a ventilátor. Hogyha ezeket a ventilátorokat kicseréljük szabályzatú ventilátorokra, akkor egy sokkal csendesebb eszközünk lehet. És kevésbé poros. Két év után. Mérések esetleg? Mérések. Mérések előtt pár szó a blokkdiagramról, ugye ezt minden epizódban eddig átnéztük. Ugyanúgy, mint a többi CCR-nél, az összes port közvetlenül csatlakozik a CPU-hoz, nincsenek ilyen különböző 2,5 meg 1 giga sebességű közösített buszok, úgyhogy itt sebességcsökkenésre nem számíthatunk ilyen okokból. A mérésnek a topológiája változott az előzőkhöz képest, mivel végre egy olyan eszköz van előttünk, aminek kettő darab SFP plusz portja van, így meg tudtuk oldani, hogy az egyik szerverünket az egyik porthoz, a másikat pedig a másikhoz csatlakoztattuk. Tetemesen nagyobb adatmennyiséget tudtunk átpumpálni ugyanannyi idő alatt, mint korábban. Itt valószínű az interruptokhoz van ennek bármi köze. Attilának volt erről egy jó gondolata az előbb. Tehát itt több magos eszközről beszélünk, 36 CPU mag van, és az eszköznél az egyes portokon bejövő hálózati forgalom más-más CPU magokhoz van lényegében hozzákötve. Így kétszer annyi erőforrás van a routernek a hálózati forgalomból adódó interruptok lekezelésére. Mielőtt megtudhatjuk, hogy mivel lehet igazán megizzasztani ezt a routert, el kell mondjam, meg kell kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, nyomjátok meg a csengőgombokat, hogy értesüljetek a legújabb tartalmainkról. És akkor nézzük tovább az eredményeket. Itt már ugye tudtunk mi bridget forgalmat mérni a kettő portnak köszönhetően. 8 gigabit környéki sebességet mértünk 1%-os processzor terhelés mellett. Mikor ezt a bridget szétrobbantottuk és rútolásra vettük rá a routert, 13 gigabit volt a maximum, amit láttunk, és itt el is értük valószínűleg a szervereinknek a maximumát, ugyanis elkezdtünk vizsgálódni, hogy most akkor bridge-elve csak 8 giga, rútolva 13 giga, hogy is van ez. És csináltunk egy olyan összeállítást, hogy kiosztottuk az IP címeket a routerből a szervereknek, elindultak a mérések, vagy kihúztuk a kábelt a routerből, és közvetlenül összekötöttük a kettő szervert egymással, és figyeltük a portján a sebességet, és azt láttuk, hogy így is 8 gigabit környéke a maximum, amit el tudtunk érni. Úgyhogy itt a szervernek valamilyen limitációjából adódik az, hogyha ugyanabból a subnetből van a két oldal, akkor 8 gigabit környéke a maximum,
ha külön subnetből vannak, és valamilyen root vagy tűzfa megoldás van a kettő között, akkor 13 a teteje. És ezzel a routerrel már meg is, el is értük ezt a maximum értéket. Kicsit megizzasztani, natolással és tűzfalakkal, tűzfalszabályokkal tudtuk, bár nem nagyon csökkent a maximumtól a sebesség itt sem. A szokásos, amit eddig is láttunk, fast track esetén maradunk a maximumnál, és a tűzfalszabályok növelésével csökken a sebesség. Amit érdemes megjegyezni, hogy a 150 terhelő szabály használata esetén is 6,5 gigabit per szekundum marad a maximum sebesség, ami azért egy elég nagy érték az eddig tapasztaltakhoz képest. A VPN eredményeket nézve pedig a következőt látjuk. A klasszikus L2TP VPN-nél egy tunnel esetén 7 gigabit per szekundum volt a sebesség. Ha erre rákapcsoltuk az IP-szeket, akkor körülbelül az egy tizedére, kerekítve az egy tizedére esett vissza, ilyen 850 megabit környékére esett vissza a forgalom. SSTP és OpenVPN esetén ez a router sem remekelt nagyon, mint hogy az előzőek sem, 100 megabit környéke volt a maximum, amit ki tudtunk préselni belőle. Az IP-szek pedig 700 megabit per szekundum volt kettő router között. Igen, az előző eredményekkel ugye láttuk, hogy kimaxoltuk a routert, jobban megszerettük volna terhelni, úgyhogy összeraktunk egy ilyen multipontos VPN környezetet. Úgy nézett ki, hogy ő volt a központja, mint egy ilyen központi telephelyes router lenne, és kettő setupot építettünk össze, ha már úgyis volt itt nálunk sok darab Hex-S, meg sok darab 4011-es, 6 darab ilyen kis routerből felépítettük a VPN csatornákat, és már sokkal szebb eredményeket mértünk. L2TP IP-szek esetén 1,7 gigabitre ment föl a sebességünk, Hex esetén, ha 4011-essel néztük, ugyanezt ott már 2,6 gigabitet elértünk. Ugye itt már nem egy darab tunnelen ment a forgalom, hanem 6 csatornán ömlött a router felé, és így már mondjuk azt, hogy kicsit életszagúbb volt a terhelésnek a körülményei. Köszönjük szépen! Akkor nem maradt más hátra, mint az elköszönés. Egy hét múlva jelentkezünk a 1072-essel, az Ultimate szörny Mikrotik routerrel, a Battle.nekkel annál nagyobb router nincsen. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.